Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztő! Dicsőség Istennek, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel, és örömmel köszöntelek benneteket ezen a gyönyörű, szép, álda, csodálatos napon, az Úr Jézus Krisztus nevében. Halleluja! Nagyon örülök, hogy velünk tartotok ezen a mai napon is, és Istennek a dicsőségét a mai napon is megtapasztalhatjuk, és nagyon hálás vagyok, hogy így év végén is itt vagytok velünk, és én is köszönöm szépen a lehetőséget Tamás Pásztornak és a technikusoknak is, hogy itt szolgálhatok a mai napon, és Elmondhatom nektek Kriszpásztor üzenetét. Mai üzenetet címe, olyanok vagyunk, mint ő. Az 1 János 4.17 azt mondja, azzal lesz teljesé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Amikor elfogadtad Krisztust, megkaptad az ő életét és természetét, és olyanná lettél, mint ő. Az 1 János 3.1 tovább magyarázza ezt az igazságot. A következő írja. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg az ő szeretetét. Az ő utódai vagyunk. Nem vér szerint születtünk, sem a test akaratából, sem ember akaratából, hanem Istentől. Ezt mondja a János 1.12.13. Gondolj csak bele, ha Istentől születtél, akkor mi vagy? Isteni. Nem csoda, hogy a Zsoltáron keresztül ezt mondja, a Zsoltároson keresztül ezt mondja Isten, én mondottam, Istenek vagytok ti, és a ti felségesnek fiai, ti mindnyájan. Zsoltárok 82.6. Az Úr Jézus megismételte ezt az igazságot, amikor azt mondta, nincs én megírva a törvényetekben, én mondtam, Istenek vagytok, János 10.34. A világ népei talán nem ismernek fel minket, ahogyan Jézus sem ismerték fel, amikor eljött. De ma az Isteni kielentés által a szemünk megnyílt erre az igazságra, hogy ennek megfelelően járjunk. Tehát nem az a kérdés, hogy a világ hogyan ismer fel bennünket, hanem hogy mi, milyen igazságokban járunk. Amen? Ez fantasztikus. A Biblia szerint szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha majd nyilvánvalóvá lesz, hasonlóká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. 1 János 3.2. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a fizikai testünk a mester visszajövetelekor megdicsőült testé fog átalakulni. Azonban most az ő életét és természetét birtokoljuk, ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Emlékezz vissza, hogy föltámadása után a tanítványai egy helyiségben voltak összegyűlve, ahol az ajtók és az ablakok zárva voltak. Jézus azonban egy falon keresztül lépett be közéjük. Eleinte azt hitték, hogy kísértet, de ő felkérte őket, hogy érintsék meg, hangsúlyozva, hogy egy kísértettől eltérően neki van húsa és csontja. Kívülről nézve, isteni természetünk, személyiségünk és identitásunk talán nem nyilvánvaló a világ emberei számára, de ez nem számít. Azok vagyunk, akiknek Isten mond, hogy vagyunk. Isten fiai nem csak a jövőre nézve, hanem már most. Vicsőség Istennek! Nagyon jó volt az egyános három kettő, hogy azt még egyszer szeretném felolvasni. Szeretteim most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlóká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk látni őt, amint van. Tehát hasonlóvá leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk látni őt milyen nagyszerű ez, csak ez a néhány szó itt egymás mellett, és ugye beszél az ige arról is, hogy amikor szemléljük Istent, akkor, és az ő dicsőségét, akkor átváltozunk az ő képére. És itt pedig azt mondja, hogy hasonlóká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni. Milyen érdekes, hogy ha meglátjuk őt, amint van, akkor, akkor mi is hasonlókká leszünk ő hozzá, át fogunk alakulni, és lesz, lesz, egy, lesz egy lesz feltámadott testünk, de azt mondja Krisztászor, hogy amíg nincsen feltámadott test, addig is isteni természetünk, isteni személyiségünk és isteni identitásunk van. Lehet, hogy még a külsőnk ezt nem öltözte teljesen fel, vagy nem az látszik, hogy Isteni természet részesei vagyunk, de ettől függetlenül mi azok vagyunk, amit Isten mond rólunk, hogy vagyunk. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy isteni természet részesei lettünk, kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van a világon, akkor ez így van. Ha azt mondja, hogy, hogy ha azt mondja, hogy, 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 minden lehetséges annak, aki hisz, és sorolhatnánk nagyon sok igeverset, akkor minden lehetséges annak, aki hisz. És ez, mert Istennek az igéje a legmagasabb rendű tekintéllyel bíró ö, dolog itt a Földön, tehát ez azt jelenti, hogy Istennek a beszéde az élő és hatékony, azt mondja az ige. Istennek az igéje örökké megmarad, mondja egy más helyen, Istennek a beszéde, és hitáltal érthetjük meg azt is, hogy Istennek a beszéde által jött létre a világ mindenség. Tehát az ige, Istennek a beszéde magasabb rendűbb, mint ami itt a fizikai világon megtörténik. Ezért, amikor az ige szerint kezdünk el élni, és amikor az igében élünk, és az igében járunk, és az igében mozgunk, és az igét valljuk meg, és az ige által élünk, és az igét beszéljük ki, és az igén gondolkozunk, és az igét emésztjük, akkor valami olyan dolog kezd bennünk átalakulni, ami Természet feletti. Olyan dolog, ami kiemel bennünket e világnak a rendszeréből megtisztít bennünket, Istennek az igéje, azt mondja az ige is önmagáról, hogy, hogy megmos, megtisztít bennünket az újjászületésnek a fürdőjében is, amikor részesülünk az ige által, a szentszelem által, akkor az ember kiszakad ebből a világnak a, a, rendszeréből, és egyszerűen már nem vágyik azokra a dolgokra, amik világiak, mert ezek már alacsonyabb rendőek lesznek, mint amit Isten igéje tud adni egy ember számára. Tehát az ige az táplál bennünket, az ige éltet bennünket, az ige elő visz bennünket az ige által kell hogy éljünk az igét kell hogy első helyre tegyük az életünkben és csak utána jön a többi, mert amikor az igével táplálkozunk, akkor Istennek a beszédével táplálkozunk. És sokan mondják, ó, hát én nem hallom az Isten hangját, ó, hát én nem látom, hogy Isten ezt cselekedné, meg ezt. Nyisd ki a Bibliádat, és kezd el olvasni, hogy Isten milyen hatalmas, és Isten milyen csodálatos. És, és nézd meg, hogy mit mond Isten több száz oldalon keresztül, van üzenete, és minden lapon, és minden mondatban van üzenet, és van tartalom, és van lényeg, ez a Biblia. Az ember, az a világon a legértékesebb könyv, és a legértékesebb eszköz, a Biblia. Amen. Kínában mindent megtennének azért, hogy hogy egy, egyetlen egy lapot kapjanak a Bibliából, és ez volt már, uh, olvassuk a Mennyi Ember című könyvet, látjuk ezt végig, hogy éhezik, szomjúhozzák, mert egyszerűen, egyszerűen tiltva van bizonyos helyeken, és amikor mégis kapnak egy Bibliát, akkor minden, akkor a legnagyobb kincset kapják meg. Kell, hogy mi is jobban értékeljük az Istenek az igéjét, És gyertek velem most fogunk imádkozni. Mond, drága atyám, köszönöm a bennem lévő életedet és természetedet. Ünneplem az identitásomat, tudva, hogy a te képedre és hasonlatosságodra teremtettél engem. Így részese vagyok dicsőségednek, fenségednek, pompádnak és igazságodnak. Köszönöm, hogy természetedből és létedből fakadó tulajdonságaid megnyilvánulnak bennem. Jézus nevében. Amen, Ámen és Ámen Dicsőség Istennek. Nagyon örülök, hogy velem tartottatok, drága testvérek. Isten áldjon meg és erősítse meg benneteket a Jézus nevében. Amen. Jó reggelt! Napot. Isten népe, ébresztünk! Sikeres, áldott teljes, királyi, papság és szent nép. Isten népe, ébresztő!